Köszöntöm a nézőket! Itt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban nyitották meg az idei velencei tavi turisztikai évadot. Erre az eseményre kalauzoljuk el önöket, tartsanak velünk! A kerékpáros turizmus kapja a főszerepet idén a velencei tó környékén, amely biztonságosan megközelíthető a számos már megépült bicikliútnak köszönhetően. Hivatalosan is megnyitották a velencei tavi turisztikai évadot a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Egyik fő témánk a kerékpáros turizmus és a kerékpárutak fejlesztése a megyénkben. Megyénkben, mint közgyűlési elnök, de mint a velencei tó Váli völgy Vértes térségi fejlesztési tanácselnöke is mondhatom, hogy az egyik legfontosabb fejlesztési célcsoport, mind a turisztikai, mind a hivatásforgalmi fejlesztések terén az a kerékpáros fejlesztések. Az elmúlt időszakban sikerült azt elérnünk, hogy itt a velencei tó vonatkozásában immáron a tó teljes egésze biztonságosan megközelíthető. Emlékezhetünk rá, pár évvel ezelőtt sikerült ezt a kápolnásnyéki szakaszt is hiánypótló módon megépítenünk. Tavalyi évben pedig Pázmánd irányába sikerült egy újabb kerékpárutat átadni, amely nadappal, illetve sukoróval összeköttetésben immáron egy nagyobb maratoni távú tókört is biztosít a kerékpárosok vagy a futni vágyók számára. De ha a megyénk északi irányába tekintünk, említhetjük a Tesszai Zoltán miniszterelnöki biztos úr által vezetett Pannonia szíve programot is, amely keretében többek között Bicske, Csabdi, Hetyek bekötéssel egészen a Komárom-Esztergom megyei Tarjánig 40 km összefüggő kerékpárút hálózatot építettünk, és ezt is szeretnénk folytatni. Illetőleg a megye Móri térségében Mór-Bodajk között most építjük a legújabb kerékpárút hálózati elemünket, és kormánybiztos úrnak köszönhetően immáron elindult egy komoly tervezési folyamat, amelynek eredményeképpen össze szeretnénk kötni a velencei tavat a Móri-Bodajki térséggel, Fehérvár-Csurgó bekapcsolásával, másik irányba Székesfehérvár irányába visszakötéssel, illetőleg a megye északi vonatkozásában Etyektől indulóan visszatérnénk Ercsi irányába, így a velencei tó és az etyeki térség is közvetlen bekapcsolásra kerül, nem beszélve a kormánybiztos úr által vezetett Budapest-Balaton kerékpárút hálózatfejlesztési programról, amelynek a legnagyobb élvezője szerintem Fejér megye lesz, talán az összes megye közül. Én minden olyan tevékenységet a jövőben is támogatni szeretnék, amely a kerékpározással, az aktív turizmussal, az emberek egészségével kapcsolatos, és ezért is külön öröm számomra, hogy a mostani turisztikai évadnyitó egyik legfontosabb témája a kerékpárút fejlesztés, a kerékpározás. A közeljövőben is szeretnénk ezt a területet továbbfejleszteni. Az évadnyitón elhangzott, az Aktív Magyarországért programban nagy hangsúlyt kap a kerékpáros turizmus. Bringa parkok, erdei bike parkok épülnek folyamatosan, a nemzeti parkokban pedig e-biciklikkel van lehetőség tekerni, és 1000 kilométeren idén kitáblázzák a kerékpárutakat. A fejlesztések a velencei tó környékét is érintik. Az a célkitűzés, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon, és az élhetőségnek sok feltétele van, egészségügytől hosszan lehet sorolni, de az egyik kétségkívül legfontosabb feltétel, hogy milyen életminőségben élünk, hogyan töltjük a szabadidőnket, mennyit mozgunk. És annak érdekében, hogy ezen a területen előrébb lépjünk, ennek érdekében döntött így a kormány. És most itt a pandémiás helyzet azért megmutatta, hogy azért súlyos árat fizetünk azért, hogy Magyarország a harmadik legelhízottabb ország a világon. Súlyos árat fizetünk azért, hogy rendkívül keveset mozgunk, és keveset figyelünk oda az egészségünkre. És ezen szeretnénk változtatni. Dolgozunk a munkatársaim az Aktív Magyarországért programhoz, és fel kell tegyünk ilyenkor a kérdést, hogy kinek szól az Aktív Magyarország program, és 4 különösen fontos célcsoportot azonosítottunk be. Egyik a gyerekek célcsoportja, mert hát keveset mozognak, virtuális világban élnek, minket 40-50 évvel ezelőtt magunkra hagytak, akkor vagy bunyóztunk, vagy fociztunk, vagy fogócskáztunk, valami történt. Ma magukra, magára hagyunk 20 gyereket, és azt látjuk egy fél óra múlva, hogy ülnek egymás mellett, és lelkesen nyomkodják a telefonjukat. Az egyetemistákhoz külön szeretnénk szólni, fiatalokhoz, mert az a tapasztalat, hogy ez az időszak, amikor a leginkább abban marad a mozgás. Aztán 30 év fölött újra elkezdenek családdal, van egy időszak, amikor egy ilyen luk történik, aztán fontos célcsoport a családok célcsoportja, és Nyugat-Európához hasonlóan
egy nagyon fontos célcsoport a nyugdíjasoknak a célcsoportja, itt az ő egészségük szempontjából ez különösen fontos. És szeretném azt is kiemelni, hogy ez a munka ez nem most kezdődött, mindennapos testnevelés, csipszadó, mindenféle törvényt hoztunk, és a TAO-s törvényünk is ide tartozik. Hihetetlen mennyiség új sportcsarnok, uszoda, jégcsarnok épült az elmúlt időszakban. És ha megnézzük az eredményeket, akkor azt látjuk, hogy 2011-ben 317 ezer, 2019-ben 740 ezer igazolt sportoló volt. Most lehet, hogy ez a szám egy nagyot ugrott, mert úgy tudtak az emberek konditerembe menni, hogy közben leigazolták magukat, de szerintem ez a 2019-es adat, ez rendben van. De vannak olyan sportág, például a hoki, ahol meg több mint háromszorozódott a létszám néhány év alatt. Én bízom benne, hogy ez előbb-utóbb a gyerekeknek az egészségügyi állapotába is jelentkezni fog. De a szabadidős sportrendezvények száma is elég jelentős növekedést mutat. A Budapesti Sportintézet az a legnagyobb sportesemény szervező. Itt látják, hogy gyakorlatilag 50%-kal a BSI sporteseményeken résztvevők száma megnőtt. 50% mondjuk 8 év alatt, az egy elég komoly növekedés. Elindítottuk az aktív városok programot, aktív települések programot. Szeretnénk, ha minden vagy városban lenne futókör, bringapark, görpark. Bringapark az itt Velence és Kápolnásnyék határán is lesz, most fog elkészülni ebben az esztendőben. Nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy a 6 év utáni gyerekek számára is tudjunk valamilyen szórakozási lehetőségeket kínálni, lehetőleg olyanokat, amelyek versenyképesek a mobiltelefonjukon, magukkal hordott játékokkal. Ezek egyébként ilyenek. Szeretnénk, támogatunk, és ez is lesz itt a Velencei tónál műanyag sípálya. Ez is el fog készülni ebben az évben, és mászótermek, buldertermek felújítására is, építésére is kiírtunk pályázatot, és abból is az elmúlt 2 évben 41 néhányat támogattunk összesen. Munkatársaimmal összeszámoltuk 2018 óta 98 turistaház fejlesztését támogattuk, most 41 néhány készül, jó néhánynak az átadása az most van folyamatban, igazán a mai napon kellett volna átadni itt Sukoron a Sorompóvölgyi turistaházat, ezt elhalasztottuk talán a jövő hétre, ez is egy gyönyörű szép turistaház lesz, úgyhogy majd legközelebb majd, ha átadjuk, akkor majd erről is itt egy fényképet elhelyezünk az előadásban. Több helyen teljesen új turistaházakat építettünk, ahol szükség van rá. Programot szeretnénk indítani ifjúsági táborok felújítására. Elsimon Lacit megmutatta, hogy milyen elképesztő adottságokkal rendelkező ifjúsági tábor volt itt valamikor, és hát reméljük, hogy néhány éven belül nagyon sok ilyen tábort fel tudunk újítani, hiszen még egyszer mondom, hogy érdemes a gyerekeknek a lehetőségeit bővíteni az elkövetkező időszakban, és tényleg nagyon szomorú, hogy járjuk az országot, és rengeteg rommá pusztult ifjúsági táborba botlunk az egész országban. Kerékpáros turizmusra térjünk rá. Az egyik legkomolyabb eredmény az elmúlt évben sikerült elérni, hogy 4 milliárd forintot kaptunk kerékpárút tervezésre. Ebből körülbelül 1000-1200 kilométer kerékpárutat lehet megtervezni. Nem lesz könnyű, mert mi úgy számoltunk, hogy 3 millió forint egy kilométer kerékpárút tervezése. Én már ezt is sokaltam, de 5-től 9 millió forintig érkeznek be sorra egy kilométer kerékpárút tervezésére egyébként a tervezési ajánlatok. Úgyhogy itt próbálunk küzdeni és lejjebb szorítani az árakat, de igazából itt már néha a szemérmetlenség határát súrolják szerintem ezek az árak. Ezzel együtt remélem, hogy sok utat meg tudunk tervezni, illetve munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy olyan 4500 kilométert nagyjából ezt be is rajzolták, hogy milyen kerékpárutakat lehet kijelölni kisforgalmi utakon, gátakon, erdészeti utakon, és hogyha ezek az utak megépülnek és kijelöljük ezeket a utakat, akkor Magyarországon egy összefüggő, átjárható kerékpáros hálózat alakulhat ki, ami a kerékpáros túrázók számának többszörösét is okozhatja. Mártonné Máté Kinga, a Magyar Természetjáró Szövetség marketing kommunikációs igazgatója az évadnyitón a turisztikai trendekről, a kerékpáros turizmusról tartott előadást. Nagyon fontos, hogy a magyar vendégek, saját magunk, a saját polgárok is
szeressük a saját országunkat, utazzunk benne, ismerjük meg, és magunk is hozzunk vendég éjszakákat a saját nemzetgazdaságunk számára. Ma pedig ezt az ágazatot, ezt a szektort már látogatógazdaságnak hívják. Ennek nem véletlen az oka. Azért van, mert koronavírus nélkül is, ezt hozzá kell, hogy tegyem, a helyi vendégek, a helyi lakosok, a helyben lakók is megjelentek a turizmusban, és a helyi polgárok számára is fontossá vált saját környezetük megismerése, és a látogatógazdaságban már velük is, a helyiekkel is számolnunk kell. Igazából emellett a tendencia mellett még két nagyon fontos dolog változott az elmúlt időszakban. Az egyik az az, hogy az idő, amit mi utazásra szánunk, mindannyian, magyarok és külföldiek is, egy nagy egység helyett pici apró időszakokra darabolódott fel. Ennek okán a párnapos látogatások száma egyre inkább nő, Magyarországon is, a külföldön is, belföldön is, vidéken is, Budapesten is, sokkal több az egynapos vagy párnapos látogató száma, mint akár évtizedekkel ezelőtt, és kevésbé utazunk szívesen messzire. Nagyon örülünk annak, hogyha egy órányi autózásra, vagy két órányi autózásra egy családdal elérünk egy olyan desztinációt, egy olyan úti célt, ahol jól érezzük magunkat, tehát a közelebbi célok is érdekesebbé váltak. Erre különösen azért szeretném fontos pontként felhívni a figyelmet, mert ez aztán a koronavírus kapcsán az elmúlt egy évben különösen felértékelődött. És ami ebből a tényből következik, az gyakorlatilag az, hogy az egy egységnyi idő alatt elérni vágyott élmény aránya az egyre magasabb. Tehát minél kevesebb idő alatt most már egyre több élményt szeretnénk elérni. Ez egy felgyorsult élet következménye, de ennek kiválóan eleget tud tenni egyébként akár az aktív turizmus, akár a kerékpáros turizmus, akár az aktív turizmus összes válfaja. Mi történt a tavalyi esztendőben? Mindannyian tudjuk, hogy először csak fejben és gondolatban utazhattunk. Én a Magyar Természetjáró Szövetségnél dolgozom. Meg kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évben március közepétől, amikor elindult a koronavírus járvány Magyarországon, egészen júniusig, amíg nem lehetett gyakorlatilag semmilyen tevékenységet utazás szinten Magyarországon intézni, mert otthon kellett maradnunk. Soha annyi látogatónk a honlapjainkon nem volt, mint akkor abban az időszakban. Az idei évben alig bírjuk túlszárnyalni azokat a számokat, amik egy évvel ezelőtt voltak, mert egészen extra módon megnőtt az érdeklődés a természetjárás iránt. Hétvégenként lehetett már akkor is gyalogolni a természetben és kirándulni, de igazából gondolatban utazott mindenki, mert egyébként a valóságban nem tudott. Az a tény, hogy nem lehetett külföldre utazni, ez pedig egy egészen különleges fókuszt hozott a belföldi turizmus számára. Nagyon sokan rácsodálkoztak arra az országra, amiben laktak, vagy laknak. Ez összességében egy nagyon jó dolog egyébként. Kár, hogy a koronavírus vezetett el idáig, de összességében egy nagyon jó dolog az, hogy mindannyian megismerték azt, akik utaztak, hogy mi minden van Magyarországon, amiről eddig nem tudtak. Ahogy mondta kormánybiztos úr is, egészen döbbenetes volt az érdeklődés a tavalyi esztendőben is az aktív turisztikai tevékenységek iránt, és a helyben űzhető tevékenységek iránt. Ezzel csatolnék vissza az előző diára, ahol a helyben lakók és a helyi lakók fontosságát próbáltam a turizmusban megjeleníteni. Úgyhogy a lényeg, hogy ennek a nyertese, bármilyen furcsán is hangzik ez ebben az ágazatban, hiszen mindenki elsősorban inkább a vesztesek közé tartozott a turizmusban, a látogatógazdaságban az aktív turizmus nyertes maradt, és ezen belül is nagyon sok esetben a helyiek voltak nyertesei a koronavírus okozta a turisztikai változásoknak. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség alelnöke a kerékpárhálózatokról, az aktív kikapcsolódás biciklis lehetőségeiről beszélt a résztvevőknek. Az Eurovelo úthálózat egy 18 útvonalból 42 országot érintő stb. Úthálózat. Megmutatom térképet. Ezek az Eurovelo útvonalak évente még több utazást generálnak. Ezek az emberek, akik az Eurovelo útvonalakon útra kelnek, a többnapos túráktól kezdve a több hetes túrákig útra kelnek, és itt bizony generálódik nagyon erős költés, mert ezek nem a szegény bicajosok, amelyek azért mennek, mert ők szegények is, nincs autójuk, meg nincs pénzük a wellness hotelre, de van. Ők azokat a szállásokat szeretik, ahol kényelmesen megszállhatnak, nem viszik magukkal, van olyan, aki viszi magával a konzervet, de aki már ezeken az Eurovelo utakon megy, az nem viszi magával a konzervet, hanem ugyanúgy, mint az összes többi ember, ő is kulináris élményekre vágyik, és igenis költ, nagyon sokat költ. Így néz ki a Eurovelo útvonal hálózat, és ott található Magyarország is a 4 darab Eurovelo útvonalával. És
Ugye, ahogy említettem, az Euróveló 14-es útvonal is ezen a területen halad végig, ez Szentgotthárdon jön be Magyarországra, végig megy a Balaton északi partján, és utána Balatontól Budapestig megy, majd utána Debrecentől keletre távozik az országból. Jelen pillanatban Magyarországon csak Velencéig van kitáblázva, a Velencei vasútállomásig, mert itt vonatra kell szállni, ugyanis a Budapest-Balaton útvonal még nincs kész, ez elég nagy szégyen. Ezen kívül vannak még az útvonalon elég több is ilyen, hát nem nagy büszkeség, és tudta-e ön, hogy Velencei tópartján is van egy olyan önkormányzat, Máriusz is emlegette, én nem merem kimondani, akik a kerékpáros fejlesztést visszautasították, és nem engedik azt, hogy a kerékpárosok, akik gyorsan akarnak haladni, és nem a járdán, és nem akarják kerülgetni Marika nénit, aki jön a húsboltból, meg azokat az embereket, akik a fagyizó előtt lézengenek, annak sem lehet ezen a településen az úttestre rámenni, és ott esetleg kicsit gyorsabban kerékpározni. Szóval ezek a kerékpáros fejlesztések elleni intézkedések a lakosság részéről, ezek nehezen érthetők, és nagyon nehezen kezelhetők, mert itt azért pár száz ember vélt vagy valós önérdekével szemben állítunk nagyon-nagyon sok egyéb látogatót. Ez történt itt ezen a településen. Magyarország egyébként Európát tekintve kerékpár használatban jól áll. Azért áll jól, mert sajnos még nem azért áll jól, mert trendi dolog. Azt gondolja sok ember, hogy trendi dolog kerékpározni, pedig az, hanem az alföldi településeken, és itt látható az egyik térképen, még mindig nagyon sokan használják ezek a kerékpárt a mindennapos közlekedésre, és a kerékpáros stratégiában, amit Máriusz is emlegetett, az lenne a cél, hogy ezek legalább ezek az emberek megmaradjanak, tehát ez a szám ne csökkenjen ezeken az alföldi területeken, az összes többi területeken pedig még jöjjenek hozzá minél többen. Aztán vannak olyan intézkedések, amelyekre szintén Máriusz is célzott az előző előadásban Nyugat-Európában, amelyek kifejezetten a mikromobilitást, a kerékpározást segítik elő. Például egyre több európai nagyváros vezeti be pontosan ezért a 30 km/h sebességkorlátozást, ezzel szemben ez a velencei tavi parti város a 40-et sem fogadta el. A sikeres európai turisztikai desztinációs fejlesztések nagyon sok esetben kisléptékű turisztikai fejlesztéseknek köszönhetik sikereiket. Nagyon közeli példa Burgenland, amelyik Európa vagy Ausztriának a szegény, majdnem hogy lesajnált tartománya, a kerékpáros turizmussal, kis dolgokkal, apró szelíd turizmussal kiváló kerékpáros és egyéb desztinációvá fejlesztette magát. Ezen kívül hogy számokat is mondjunk, a magyar felnőttek 71%-a szokott kerékpározni, és Budapesten ennyivel kerékpároznak többen a járvány időszak idején. Ez egy nagyon sok, nagyon nagy szám. Elsimon László miniszteri biztos országgyűlési képviselő a velencei tavi kistérség fejlesztési lehetőségeiről szólt az évadnyitó jelenlévőkhöz. Nagyon örülünk annak, hogy pumpapályák épülnek, és hálásan köszönjük a Maketusz támogatását, hiszen Tesszeli képviselőtársam talán három héttel ezelőtt jelentette be a velencei gyermektábornak a helyszínén, amit ma egyébként kormánybiztos úr is megnézett, az ország egyik legnagyszerűbb pumpapályájának az építését. Ezt a kivitelezési munkát talán egy-két hét múlva tudjuk kezdeni. Arról a régi velencei úttörőtáborról van szó, amely a népfőiskola tulajdonában van, és amelyre a Maketusz jelentős anyagi támogatásával és kormánybiztos úr jelentős anyagi támogatásával egy nagyszerű pumpapályát fogunk építeni, mert ez a mai konferencia is arról szól, hogy az a átgondolt és tudatos térségfejlesztési munka, amelynek az én megközelítésemben 4 lába van, az egyik maga a turizmus élénkítése, ezen belül is a sportturizmusnak a fejlesztése, amelyben óriási nagy lehetőségek vannak a Velencei tónál, mind a kerékpáros, mind a vízisport turizmus terén. Ezt egészíti ki még 2 láb a mi megközelítésünkben, az egyik az örökségvédelmi láb,
majd erről képviselőtársam is fog beszélni, hiszen mindjárt nekiállunk egy újabb kastély felújításának, ami hasonló léptékű, sőt, ennél nagyobb léptékű lesz, mint ahol most vagyunk, és nagyon nagy lehetőséget tartogat, illetve van egy negyedik láb, az pedig a művészeti láb, hiszen itt is arra figyelünk, és a gyerektábor is, amit ma bejártunk reggel kormánybiztos úrral Velencén, az arról fog szólni, hogy hogyan tudja kiegészíteni a sport, az aktív turizmus, a kerékpározás és a művészeti tevékenység egymást. Hiszen egy gyerekek számára létrejövő alkotótábor fog megvalósulni Velencén, amely az itt formálódó művészterepünknek nagyon jó lába lesz. De ami fontos, ugye, ahhoz, hogy mi turizmust tudjunk generálni, hosszú évek óta mondom, és hogy a vendégészakokat számot tudjuk növelni, az a programkínálat és a szálláskínálatnak a bővítése. Egész jól állunk már programkínálatban, sőt újabb terveink vannak. Néhány hete jelent meg a sajtóban, hogy a Velencei Tavi Kistérségért Alapítványnak adományozta az építetője a Miska Huszár szobrot, azt a hatalmas nagy szobrot. Átvettük üzemeltetésbe a Miska Huszár Alapítványt, és a Népfőiskola tulajdonába került a Miska Huszár alatt levő két telek. Ott egy fejlesztést fogunk elindítani, hogy a környékbeliek is örüljenek annak, hogy ott van az a szobor. És még két dolog. Egyrészt muszáj ezt fölemelnem nagy büszkén, mert éppen elnökasszonyunk, illetve igazgatóasszonyunk és munkatársai kezét dicséri az a gyerekek számára elkészült fantasztikus foglalkoztató füzet, amely egy módszertani foglalkoztató füzet, Hazáért körút címmel, és a pontos alcíme az, hogy tematikus foglalkoztató füzet a hazaszeretetről 5.-8. osztályosoknak. Ezt elsősorban az ötletadónak és az egész program elindítójának, Görög Ezredes úrnak köszönhetjük, és aztán mi mellé felsorakoztunk, és 4 helyszín az, amely egy tematikus túróútvonalban a gyerekek számára megközelíthető lesz, méghozzá kerékpáros osztálykirándulások számára dolgoztuk ezt a programot. Elkészül a gyerektábor, megérkezik egy osztály, ott elszállásoljuk őket, fölülnek a biciklire másnap reggel, és elindulnak a helyszínről helyszínre, és mindegyik helyszínen foglalkoznak velük a múzeumpedagógusok ennek a kiadványnak a felhasználásával, és a pedagógusaik pedig kapnak egy másik füzetet, egy metodikai segédanyagot, amelyben az is benne van, hogy hogyan kell a gyerekeket játékos formában az itteni turisztikai pontok adottságait kihasználva közelebb vinni az a rendkívül fontos témához, amelyet elhanyagoltunk az elmúlt évtizedekben, hogy mit is jelent korszerű módon a hazaszeretethez, a saját nemzetünk értékeihez kapcsolódni és viszonyulni. Ugye a helyszínek az a halászkastély, ja, és mindegyik helyszínen a magyar nemzeti ébredés időszakának fontos témái kerülnek elő, a reformkor és a forradalom és szabadságharc időszaka az, ami előkerül. Ugye itt értelemszerűen az aradi vértanúknak és az aradi tábornok Svejde József lányának, hiszen ő volt valamikor ennek a kastélynak az úrnője, a történetei mentén foglalkozunk az önfeláldozás és a hazaszeretet kérdésével. A következő biciklis állomási ponton a Pákozdi katona emlékhelyen a 48-as kiállításnál nem is kell mondanom önöknek, hogy mi mindent lehet ott elmondani és végigélni. Ezt követő állomás a Gárdonyi Jéz a szülőház, ugye ők is társult partnerei ennek a Hazáért körútnak, ahol kicsit tágabban értelmezve, egészen az egri csillagokig visszanyúlva, nem elfeledkezve arról, hogy egyébként Gárdonyi Géza édesapja ugye a forradalom és szabadságharc idején aktív szerepet vállalt, tehát ezt a kérdést sem megkerülve, de alapvetően a hűség, a hazaszeretet kérdése itt is a reményénk szerint mindenki által olvasott egri csillagokon keresztül jól megközelíthető, és aztán zárjuk a körtúrát a Vörösmarty Emlékmúzeumnál, vagy Emlékháznál, ahol a szózat költője életműve kapcsán és az ő a reformkorba vállalt, majd a 48-as forradalom és szabadságharc idején vállalt szerepe kapcsán is bőven van, amit végig gondolnunk, végig beszélnünk.
megmutatjuk az értékeinket a gyerekeknek, és ami nagyon fontos, olyan élményt akarunk nekik nyújtani, összekötve a biciklizést és a kultúrát, hogy utána később visszajönnek ide majd felnőttként is a saját gyerekeikkel, így generálunk indirekt módon turizmust. Azt is örömmel jelentem, hogy a programunk mellé állt a Honvédelmi Minisztérium, és a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ is, aminek az lesz az első, sajnos a pandémia miatt összecsúsztattuk, mert most indultunk volna egy ilyen pilot projekttel, hogy a főváros 23 kerületének egy-egy iskolája egy 5. vagy 6. osztályt küld ide, tehát megcsináljuk a próbát, úgyhogy 23 osztályt fogunk fogadni, ők végig biciklizik ezt, és a pedagógusaik a munkafizetet ki tudják próbálni a gyakorlatban is, és hogyha ez működik, bízunk benne, sőt biztos vagyunk benne, hogy működni fog, akkor hála jó Istennek egy országos programot tudunk ennek kapcsán indítani, és föltesszük, fölhelyezzük a Velencei-tó térségét az osztálykirándulásoknak a térképére. Teszeri Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő a számos fejlesztésről számolt be, amely az utóbbi időben a térségben történt. Úgy gondolom, hogy a mögöttünk hagyott egy évet, a legutóbbi turisztikai évadnyitó óta eltelt időt a köszönetek sorozatával, a köszönetek láncolatával lehetne a leginkább visszatükrözni. Mindenek előtt azt gondolom, hogy köszönet jár azért, hogy ezen a turisztikai évadnyitón már bizakodással lehetünk együtt, hiszen látjuk azt, hogy a járványügyi adatok egyre jobbak. Elmondhatjuk, hogy a harmadik hullámot legyőztük. Látjuk azt, hogy Európában az átoltottsága a közösségünknek a legmagasabb. A közelmúltban napvilágra került GDP növekedési adatok alapján is bizakodóak lehetünk. Azt, hogy a tartós foglalkoztatottak száma az 4,5 millió fölött van tartósan, amely Európában a negyedik. Ez a kormány következetes munkájának köszönhető, amely intézkedési sorban jó néhány olyan volt, amely közvetlenül érintette a turizmus résztvevőit, hiszen a bértámogatás, amely a munkabér utáni közterhek megfizetése aluli mentességet jelentette, járulékmentességet, vagy a szálláshely fejlesztési program, de a hitel moratórium is, illetve az a kamatmentes hitel lehetőség a kis és közepes vállalkozásoknak, amelynek a részleteit ismerjük, mind-mind segítette ezt az ágazatot. Ezért mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Magyarország kormányának, miniszterelnökséget vezető miniszteren keresztül. Köszönjük szépen, ahogy kijár a köszönet azért is, hogy miniszter úr személyében is segítette azt, hogy a máltai szeretetszolgálat tulajdonba kerülhessen és szerepet vállalhasson Gárdonyban és Velencén. Ahogyan segítette azt is, hogy a Kovács Katalin Kajakkenő Akadémia létrehozásra kerülhessen Sukoron, amely egyre jobban áll, és végül azért is, hogy a térségünk legnagyobb folyó beruházása, amely lassan az átadásához közeledik, ezzel a beruházással kapcsolatosan kialakuló problémákat is megoldhassuk. Mire is gondolok? A Velencei Tavi partfal komplex rehabilitációja 14 milliárdos pályázatához kapcsolódóan miniszter úr segítségével újraépíthetjük azokat a csónak kikötőket, amelyeket el kellett bontani. Ezeknek az újjáépítéséhez 506 millió forintot kaptunk, és a közforgalmú hajóállomások korszerűsítéséhez pedig 276 millió forintot. Talán azt is érdemes elmondani, ez nem egy belső titok, hogy az én képviselői munkám során
a miniszter úrral lefolytatott egyeztetés, amelyen Soltész Miklós államtitkár úr is ott volt, ilyen gyorsan még kormányhatározat nem született meg, hiszen 2 héten belül ez megtörtént. Ezt is nagyon szépen köszönjük, de itt a kérés sornak még nincsen vége, hiszen közben kiderült, hogy ezen vendégmólók mellett kapcsolódó fejlesztésként majd illemhelyeket is létre kell hoznunk, amelyhez majd forrást igyekszünk találni. Viszont ennél talán egy még aggasztó problémára is szeretném felhívni itt a figyelmet, amely mindannyiankat érint. 2020-ban a naptári napoknak a 92%-ában alacsonyabb volt a Velencei tónak a vízszintje. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az évadot megnyitva elmondta, speciális évben vagyunk, ősztől nagymértékben sújtotta a koronavírus járvány az országot. A miniszter hangsúlyozta, fontos, hogy az élet a turizmus vendéglátásban is újrainduljon. Mint mondja, a Velencei tó környékén a fejlesztések járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a térség az ország egyik vonzó, kikapcsolódási lehetőségeket nyújtó központja legyen. Igen, speciális év. Ről beszélhetünk, hiszen tavaly, amikor találkoztunk, akkor túl voltunk a koronavírus járvány első hullámán, ami összesen talán 1,5-2 hónapos zárással járt együtt. Ehhez képest most ősztől kezdve lényegesen nagyobb mértékben sújtotta a koronavírus az országot, mint tavaly tavasszal. Örülök, hogy sok ismerős arcot látok, és úgy látom, mindenki jól van, és túlélte ezeket a nehéz hónapokat, de az biztos, hogy a Velencei tavi térség számára kulcsfontosságú turizmusnak volt a legnehezebb. Vendéglátás, turizmus soha ilyen nehéz időszakot nem élt át. Valóban közel 100 milliárd forintos bértámogatást fizetett csak ki a kormány az elmúlt 6 hónapban, és az jelentős mértékben segítette a túlélésben a turizmust és a vendéglátást, de a legfontosabb feladat most az, hogy itt felkészüljünk az előttünk álló időszakra. Ha jól mérjük fel a helyzetet, akkor nem lesz negyedik hullám Magyarországon, vagy legalábbis a második, illetve a harmadik hullámmal összehasonlítható koronavírus járvány csapásokra már nem kell számítani. A mai tudásunk szerint azt mondhatjuk, hogy ha olyan új mutáns nem jelenik meg, ami eddig egyébként nem jelent meg, hiszen az eddig mutánsok ellen a jelenlegi vakcinák védelmet biztosítanak, akkor nem kell attól tartani, hogy az életünk újra ugyanolyan szűk keretek közé szorul, mint amit novembertől, majd márciustól meg kellett tapasztalni. Ez pedig azt is jelenti, hogy mindaz erőgyűjtés és mindazok a fejlesztések, amelyek megvalósultak a mögöttünk hagyott évben és években, és amelyek Tesseri képviselőtársam munkáját dicsérik elsősorban, azok most termőre fognak fordulni, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Velencei tavi térség a magyar turizmusban elfoglalja azt a helyet, és eljátszhassa azt a szerepet, amely egyébként adottságai folytán megilleti. Kétségkívül ehhez a turista útvonalak, bicikliutak felújítása, vendégházak, szállodák építése, az itt most már szép számmal megnyitott kiváló színvonalú éttermek is nagy mértékben járulhatnak hozzá, de talán a legfontosabb az az, hogy ehhez jó idő és jó kedv is társuljon. Akkor az elmúlt évtizedben ennek a térségnek a fejlődése az szinte példátlan volt, és erre a részére is igaz az országnak, ami az ország egészére is, hogy a mögöttünk hagyott 10 év az ország évszázadának a legsikeresebb évtizede volt. És azok, akik itt élnek, és a politikát, és nem napi politikával foglalkoznak, nem olyan sokkal szerencsésebbek nálunk, és nincs ilyen feladatuk, azok láthatják, hogy a térség kulturális értelemben, a vendéglátóipar területén, a Velencei tó természeti kincseinek kiaknázása területén milyen hihetetlen fejlődésen ment keresztül. A Velencei tóért díjat idén Schmidt Egon ornitológus Kossuth Díjas író kapta, aki munkássága által sokakkal megszerettette a természetet. Az elismerést a díjazott egyelőre online formában vehette át. Kedves nézőink, megnyílt az idei Velencei tavi turisztikai évad. Erre az eseményre kalauzoltuk Eronokat, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!